újra nyitott hétfőn a Milánói Operaház. A világhírű La Scala ünnepi programjában Giuseppe Verdi, Harry Purcell és Richard Wagner műveinek részletei csendültek fel. A zenekart Riccardo Sáji zenei igazgató vezényelte szólistaként, Lisa Davidsen norvég szoprán lépett fel. A La Scala 2020. október 22-e óta 199 napig volt zárva a koronavírus járvány miatt. Az érvényben lévő járványügyi szabályok értelmében a koncertet negyedházzal rendezték meg a 2100 nézőt befogadni képes színházban. Az előadások egyelőre a szokásosnál korábban 19 órakor kezdődnek, hogy mindenki hazaérhessen az országos kijárási tilalom 22 órai kezdete előtt.